Sziasztok, Kingek! Pár hete egy elég átfogó videóval jelentkeztünk arról, hogy milyen dolgokra érdemes figyelni egy kezdő airsoftosnak, ezzel a mostani anyaggal egy kicsit jobban elmélyülünk a részletekben. Beszéljünk egy kicsit a fegyver, pontosabban a fegyver replika kérdéséről. Elképesztő mennyiségű, több ezerféle fegyver közül válogathat az ember, ha el akar kezdeni airsoftozni, kezdve a filéres ugospisztolyoktól egészen a sok százezres HP-a karabélyokig. Ilyen hatalmas kínálatból nyilván nehéz választani, főleg, hogy sokakat vonz a hagyományos M4 AK vonal helyett egy jó sniper vagy pofás kis golyószóró. Éppen ezért, mielőtt nagyon elmélyülnénk abban, hogy milyen fegyvert érdemes kezdőként venni, mondanék pár szót arról, hogy miért nem érdemes megvenni. Először is ne vegye snipert, gondolok ez alatt egyaránt a forgótolózáros ismétlőpuskákra és a távcsöves öntöltő puskákra, alias DMR-ekre. Még ha fel is tuningolod, elképesztő mennyiségű gyakorlásra van szükséged ahhoz, hogy ne kerülj komoly tűzerő hátrányba egy sorozatlövésre is alkalmas replikához képest. Jó esélyed van rá, hogyha sniperrel vagy DMR-rel kezdesz, 2-3 játék után teljesen el fog menni a kedved az airsofttól, úgyhogy ha nincs lehetőséged napi szinten gyakorolni, szerintem semmiképpen ne kezdj mesterlövészként. Ne vegyél golyószórót vagy géppuskát sem, mert ha nincs meg a fizikai erőnléted és nehéz hosszú fegyverrel való mozgási gyakorlatod, kínszenvedés lesz fel a játék. Jól néz ki és feelinges, de még egy 2000-es rakas sem jelent akkor előnyt a legtöbb 200-500-as tárkapacitású replikához képest, hogy megérje 5-8 kilót cipelészni egész nap. Ne vegyél csak pisztolyt, főleg ne egy 600 FPS-es revolvert, mert bár tök menő, hogy te lehetsz Rick Grimes vagy Clint Eastwood, játszani nem fogsz tudni vele. Na, most, hogy ezt átbeszéltük, beszéljünk kicsit arról, hogy milyen kezdőfegyvert érdemes beszerezni. Ha igazán jó fegyvert akarsz, vegyél egy Wolverine MTV-t, egy Crytek Tridentet, esetleg egy LCT AK-t. Most ezzel akár le is zárhatnám a videót, de ezekkel a fegyverekkel van egy óriási baj, nagyon jók, de nagyon-nagyon-nagyon drágák. Ha teljesen kezdőként érthető okokból nem akarsz elkölteni 300 ezer forintot csak az első fegyveredre, nézd tovább ezt a videót, mondok 3, szerintem árértékarányban kiváló kezdőfegyvert, ami nálunk a csapatban nagyon jó bevált. Egy olyan fegyverrel indítanék, ami sokáig talán a legnépszerűbb kezdőfegyver és bérfegyver volt Magyarországon. Bár nagyot ment a 2010-es években, a 2020-as évekre talán már egy kicsit eljárt felett az idő. Ettől függetlenül szerintem még mindig jó választás, ha valamiért nem szimpatikus sem a Kalasnyikov, sem pedig az Armalite platform. Olcsó, modulár és analóg strapabíró, és a legnagyobb előnye, hogy rengeteg hozzá az elérhető alkatrész, és az olyan szerelő, aki bekötött szemmel, álmából fölkeltve és szétszedi, összerakja a fegyvertípust 3 másodpercen. Az egyik csapattársam, Pipacs, már jó pár éve nyúzza az UG36-osát, megkértem, hogy mondjon pár szót erről a fegyver replikáról. Kezdőnek tökéletes választás, olyan, mint amikor kocsit veszel, és ugye nyilván nem egy 15 milliós kocsival fogsz kezdeni, hanem inkább a 200 ezressel, amit tudsz nyűni, tépni, törni. Ugye ez azért nagyon jó, mert nagyon egyszerű a szerelése, és a karbantartása sem drága, és ahhoz képest viszont nagyon hosszú életű. Tehát én most 7 éve airsoftozom, ezt már akkor használtam, vettem, és még mindig működik. Pipacs amúgy kifejezetten kezdőknek is szokott játékokat szervezni, az Airsoft játék szervezés oldalán megtaláljátok a játékait. A replika nagy hátránya, hogy az egész test műanyag, a gyártó jégé pedig hajlamos arra, hogy adott termékszérián belül is igencsak, változatos minőséget állít elő. De amúgy is javasolt elvinni szervizbe az új replikázat első játék előtt, ha már ott vagy, nem árt a kérsz bele egy hop-up cserét is. Nekem még egy jó tanácsom van, érdemes nem a sima 608-as, hanem 608-6-os típus jelű replikát megvenni, mert ez a sokkal könnyebben elérhető, széles körben kapható és olcsó stennek tárakat elszívja. Cserébe tus nem tudod behajtani, így a replika szállítás pedig kicsit több helyet foglal. Ez a fegyver egyébként a legolcsóbb és a 3 kezdő replika közül, amit fel fogok sorolni, 100-110 euróért már be tudod szerezni, ami durván 38-40 ezer forintnak felel meg. Aztán akciósan akár 10-20%-kal is olcsóbb lehet. Ha a keleti fegyverek érdekelnek, szerintem a Cima 31 a legjobb olcsó Kalasnyikov most a piacon, amit kezdőként megvehetsz. Nekem 2 is van, az egyiket már több mint 8 éve nyúzom. Akár egy jégi G36, ez is egy ékegyszerű fegyver, minden szerelő ismerés, rengeteg az alkatrész hozzá. Lényegében ugyanaz, mint a közismert Cima 28-as széria, de a gusztustalan faimitációs AK-47-es helyett inkább egy modernizált AK-74-esre hasonlít, kinézete így egy fokkal valósághűbb. Ennek a replikának a legnagyobb hátránya a test és a külső elemek alacsony anyagminősége.
Fegyver műanyag és gyengébb kivitelezésű spiáter, így intenzív használat mellett gyorsan romlik a megbízhatósága. 20-30 játék után törhet a tus, lötyöket a lángrejtő, illetve lazulat a pisztoly markolat is. Nem véletlen, hogy én az évek alatt szinte mindent kicseréltem már a saját Cima 31-esemen. Ez kapott egy új testet, favoritást és egy AKM csőszájféket is, ami nem lötyög. Érdemes cserélni szerintem a tust is, mivel gyárilag ez egy üres műanyagtok, az aksi pedig hangosan lötyög benne, hogyha tudsz, ráadásul a tusvéget bármikor elhagyhatod egy intenzív harci helyzetben. Ezzel amúgy el is érkeztünk a fegyver legnagyobb előnyéhez, tényleg rengeteg hozzá az alkatrész, kiegészítő, így könnyen átalakítható és személyre szabható. Eszi ráadásul nem csak az 5,45x39-es AK-74-es és AK-12-es tárakat, hanem még a 7,62x39-es AK-47-es AKM tárakat is, nem csak a Cimától, de a nagy konkurens gyártóktól is, mint az EML, a D-Mag vagy a JG. Szóval, hogyha AK-t akarsz és nem akarsz rá sok pénzt költeni, szerintem a Cima 31 a te fegyvered. Most éppen külföldi oldalakon 150 euróért, vagyis durván 58 ezer forintért árulják, de akciósan láttam már 100 euró alatt is. Ha viszont nem a, bocs, hogy így fogalmazok, de olcsó megúszás a lényeg, én javaslom, hogy inkább ruházz be egy Endel vagy Arcturus AK-ra, ezek akciósan 200 euró körül elérhetők, anyagminőség tekintetében pedig torony magasan a 31-es fölött vannak. A Double Eagle 904-es széria szerintem technológiai és megbízhatósági szempontból messze a legjobb a listán, ez jelenleg a kezdő fegyver, amit érdemes megvenni. Az egyetlen érve, ami igazából a másik kettő mellett szól, az, hogy egyik sem M4. Airsoft NT nemrég csinált egy elég részletes videót erről a fegyverreplikáról, javaslom, hogy nézd meg azt is. A linket a leírásban találod. Ha röviden akarod tudni a lényeget, gyorsan elmondom. A fegyver lelkét egy programozható optikai vezérlési rendszer adja, ez ebben az árkategóriában egy igencsak nagy ritkaság. Programozható az elsütő billentyű érzékenysége, beállítható rövid sorozat, vagyis burst, illetve bináris elsütésre is képes replika. A vezérlő jellege miatt pedig igencsak kényelmes a fegyver elsütése. Belső alkatrészek tekintetében sem lehet a panaszra. Tárcsás hop-up kamerával rendelkezik, mely sokkal konzisztensebb és finom hangolhatóbb, mint a háromkerekes megoldás, illetve még két oldali tűzváltóval is rendelkezik. Egyetlen hátránya, hogy az egész test műanyag. Viszont ha vigyázol rá és nem esel rá, vagy dobálod és figyelsz arra, hogy megfelelően tárold, ez nem feltétlenül jelent problémát. Nekünk a csapatban 2904-esünk is van, mind a kettő kiválóan működik, több mint két éve nyúzzuk őket. Most ezt a replikát 140-160 euró körül tudod megvásárolni, illetve van egy kicsit drágább fényváltozat is, 200-220 euró körül. Az előbbi durván 60 ezer, az utóbbi durván 80-85 ezer forint. Ha hozzám hasonló hipster vagy, aki hajlamos csak simán nem megvenni valamit azért, mert túlságosan mainstream, akkor ne ezt a fegyvert választ. Viszont, hogyha egy sokoldalú, moduláris, megbízható, jól tuningolható airsoft fegyvert kell, melyet hosszabb távon is stabilan tudsz használni, akkor szerintem vegyél egy Double Eagle 904-est. Végül még egy dolgot meg kell említenünk széljegyzetem, most jönnek be a piacra a Velpro első replikái, eddig elég sok jót olvastunk róluk. Ezek többnyire műanyag, orosz gépkarabi és géppisztoly replikáknak tűnnek, a Double Eagle-hez hasonlóan programozható elektronikával, MOSFET-tel és gyors ugrócserés gearbox-szal. Mi még nem próbáltuk őket, de ha megjelenik az AK-12 M1 szériájuk, nem kizárt, hogy megpróbálunk, hogy mi is beüteni egyet. Ha ez sikerül, biztosan nem marad majd el a review sem. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ezeken kívül van még egy csomó olyan fegyver, ami kiváló kezdőknek és értelmes áron elérhető. Most három olyan fegyvert soroltam fel, mutattam be, melyeket mi nem csupán kipróbáltunk, hanem sok-sok éve nyúzunk már, és árértékarányban kiváló kezdőfegyvernek tartunk. Úgyhogy ezeket jó szívvel tudjuk ajánlani. Ha esetleg neked van javaslatod, ajánlásod más fegyverre, amely nem szerepel a videóban, de jó kezdőfegyvernek tartod, írd meg kommentben, biztos nagy segítség lesz ez a kezdőjátékos társainknak. Ha tetszett ez a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornánkra. Rendszeresen jelentkezünk gameplay videókkal és tutorial jellegű airsoftos tartalommal is. Várhatóan hamarosan lesz egy videónk az airsoftos kézigránátokról is, tartsatok velünk a jövőben!